Február 14-től Valentin napon indulnak be a programok a Kalocsai Könyvtárban. Akkor egy igazán különleges meglepetés várja mindazokat, akik könyvet kívánnak kikölcsönözni. Egy játékra hívjuk az olvasóinkat. Vakrandi, randevúz egy könyvvel, a játék a felhívásnak a címe, amelynek az a lényege, hogy előre becsomagolunk könyveket, és a hozzánk érkező olvasók nem tudják, hogy a becsomagolt könyvek közül éppen mit kölcsönöznek ki. Otthon meglepetésként bonthatják ki a csomagokat. És ezzel még nincs vége a Valentin napi programnak, hiszen délután az előadóterembe egy versvándor érkezik. Február 14-én a kamaraterembe érkezik Tóth Péter Lóránt, Radnóti és Latinovics díjas versmondó, versvándor, aki néhány éve ragadott vándorbotot, és így népszerűsíti a Kárpát-medencében a versmondást. Hozzánk Arany János költészetével fog érkezni. A hónapban a szakirodalom sokszínűsége elnevezési programsorozat is tovább folytatódik. Immáron 6. alkalommal szervezzük meg, ahol is a sport kerül górcső alá. Két előadónk, Glaszta Andrea személyi edző, valamint Hartman János a KKC elnöke lesz a szakirodalom sokszínűségének vendége. Erre az előadásra egy reprezentatív könyvválogatással is készülünk, a témához kapcsolódva a könyvtár szakirodalmi állományában. Február 28-án újból összeül a Kalocsai Alkotók köre, most Ummenhofer Pál naív festő lesz a vendég. A művész két alkotása a könyvtár folyosóját is díszíti. Emellett a hónapban kétszer lesz Baba Mama Klub. Az első alkalommal inkább az ifjúkori problémákra keresi a választ a meghívott előadó. Témája a gyermekkori félelem, másodszor pedig a gyesbetegségekről lesz szó. Február 23-án újból várják a kicsiket a Pöttő moziba, most a Holle anyó meséjét láthatják a gyermekek.